Több jubileum esedékes ebben az évben a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara életében. A gazdasági kamarákról szóló 1994-es törvény alapján az év őszén elindult a területi kamarák alakulását előkészítő folyamat. Több dunaújvárosi vállalkozás tartotta fontosnak, hogy a jogszabályi keretek alapján városi kamara is alakuljon, így erősítve érdekérvényesítési lehetőségeiket. 25 évvel ezelőtt, 1995. május 29-én jött létre a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara Dunaújváros városi kamarája. Aztán 20 évvel később, 2000. október 4-én sikeresen önállósultak. Valamikor 2000-ben alakult a Dunaújvárosi Kamara. Önállóan akkor még a Duna felé egy nagyon nagy vállalat volt, és az akkori politikai vezetők, név szerint is talán meg lehet őket nevezni, a Szájer, a Dorkota úr, országgyűlési képviselők, még a Kálmán András, ő volt még, aki ebben segített ezt a tevékenységet, hogy a megyei jogú városok is alakíthatnak kamarát. Dunaújváros élt ezzel, és megalakult önálló jogi személyként a Dunaújváros megyei jogú város kereskedelmi és iparkamarája. A kamara feladatai folyamatosan változtak, bővültek, ahogy az önállóan felvállalt tevékenységek is. Králik Gyula 2008-tól tölti be az elnöki tisztséget. A 23 kamara közül, ha egy főre vetítjük a kamarai tagságra a különböző hátszolgáltatásoknak a mennyiségét, akkor mi nagyon sok helyen a megyei kamarákat is megelőzve első helyen vagyunk. A Dunaújvárosi Kamara az ország egyik legjobban működő kamarája, ezt Parlag László többször meg is jegyezte már itt nálunk, főleg így választások alkalmával, ahol ilyen benchmarkkal összehasonlítjuk egymás munkáját. De például nálunk Dunaújvárosban olyan 1200 tanuló szerződés van, egy közepes megyében legfeljebb 1400, de megyénként legalább 4-5 kisebb megyét megelőzünk az 1200 tanulszerződéssel. A 20-25 éves jubileumi alkalomra szeretnének egy kiadványt megjelentetni. Többször beszélgetünk, mit kellene. Szeretnénk egy kiadványt kiadni, amelyik a 20 éves időszakot összefoglalja. Ebben már kollégáim most gyűjtik az anyagot, most gyűjtik azokat, hogy milyen feladatokat láttunk el, hány vállalkozás volt Dunaújvárosban, hogy alakultak, mik voltak az erősségeink, gyengeségeink. Hétfős elnökség alkotja a Dunaújvárosi Iparkamarát, amely a kamarai tagvállalatok, vállalkozások vezetői közül kerülnek ki. A jubilomok mellett ebben az évben esedékes a tisztújítás is. 4 éves ciklusok vannak, az idejével lejár, és hát ez úgy működik, mint ahogy mindenhol a világon, hogy mi alulról építkezve értékeljük az elmúlt évek, most itt 4 év munkáját. Ezek a tagozatok, ezek mindig megbeszéljük, hogy ki legyen. Nálunk az a szokás, hogy a kamara elnökét a nagyváti tagozat adja, így aztán én is a régebben a Duna fel részéről, és a saját vállalkozásom részéről, mivel abban a tagozatban vagyok, hát onnan a tagozat jelöl. Mind a tagozatoknak vannak elnökei, és ők automatikusan, akiket megválaszt a tagozat, azok bekerülnek az elnökségbe. A tisztújítás az év második felében lesz. A kamara február 15-én rendezi meg a már hagyományos rendezvényét, a vállalkozók báját, amelynek célja, hogy összehozza a helyi és környékbeli vállalatok vezetőit, képviselőit. Erre már lehet jegyeket váltani elővételben a kamara székházában.